Stefano Bottoni, az MTA Tudományos Főmunkatársa vendégem. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm. Jó reggelt kívánok! Tegnap volt egy nagy demonstráció, nem tudom, hogy korábban mire számítottak, minden esetre azért ez elég jelentős volt, látványos volt, több ezren vettek részt rajta. Én gondolom, hogy sikeresnek mondható. De van-e bármifajta ábrányuk, reményük azzal kapcsolatban, hogy ez változtat-e bármit az MTA helyzetével kapcsolatban? Ábránunk eddig sem volt, amikor elkezdtük ezt a tiltakozás sorozatot január végén, február elején, és ebből született egy nagyobb demonstráció februárban, aztán még egy márciusban, és ez a harmadik nagy ilyen megmozdulás. Ez tényleg nagyobb volt, én 7-8 ezerre teszem a résztvevők számát, és úgy gondolom, hogy ki tudtunk lépni nem csak az utcára szó szerint, hanem a mi saját buborékunkból, és tényleg a magyar társadalom jelentősebb szerepei kaptak egy ízelítést abból, hogy mi ez az akadémia ügy, miért fontos kiállni most az akadémiáért, és miért fontos az, hogy mi is kiálltunk például az 56-os intézet mellett, az egyetemek mellett, más olyan kulturális intézet, CEU mellett, a nemzeti könyvtárunk mellett, tehát tehát rengeteg olyan intézmény és kulturális központ mellett, amit létben fenyeget jelenleg a kormány, vagy éppen bezárt már, vagy éppen tértre kényszerített. Mi azt szeretnénk üzenni nekik is, és a magyar társadalomnak, hogy azért vannak ebben az országban olyan szegmensek, olyan emberek, olyan csoportok, olyan intézmények, amelyeket nem lehet csak úgy tértre kényszeríteni. Tehát ábrányai nincsenek, az a remény viszont él, hogy ha a tiltakozás elég erélyes, akkor hát ha odafönt is meghallják, és esetleg tervükön módosítanak. Mi nem, ezt nem tudhatjuk, mert nagyon kevés információ szivárog le a magasabb szintekről abból, hogy pontosan mi történik. Lehet, hogy ma most éppen ülök a tévében, és 2 óra múlva be lesz nyújtva egy törvény, amiről mi nem tudunk semmit. Konkrétan, ami mondjuk egy alapvetően jobb helyzetet teremtene, mint az, ami most a kormány előtt fekszik, illetve a parlament elé megy majd? Információink szerint nem, ez nagyon aggályos, tehát itt készülnek a színfalak mögött olyan megoldások, amelyek szerintünk tovább is nagyon aggályosak. Itt arra emlékeztetnék mindenkit, a nézőket is, és azokat, akiket érint ez a dolog, hogy van egy hatályos akadémiai közgyűlési határozat, amit májusban hozott meg az akadémia, nagyon karakán módon és nagyon nagy többséggel, és azt gondolom, hogy az akadémia vezetősége ehhez kell, hogy tartsa magát. Tehát az akadémiai közgyűlés visszautasította ezeket a terveket, nagyon alapozott gondolkodás mentén, tehát mi azt gondoljuk, hogy mindenki, akihez a nagy közösséghez tartja magát, ezeket az elveket most követi. Tehát a legfontosabb üzenet az MTA részéről ugye az, hogy nem fogadják el a kutatóhálózatok kiszervezését. Na most erre akkor egy dolgot mondanék, vagy egy mondatot idéznék. A kormányinfón Gulyás Gergely erre a következőt mondta, inkább nem is jelzőzöm meg a mondatot, azt mondta, hogy hát nem is az MTA-nak kell ezt elfogadnia, hanem a parlamentnek. Nyilván, tehát az együttműködés rendszer logikájában. Magyarul nem szempont, hogy önök elfogadják-e vagy sem. Ezt tudjuk, tehát, hogy de ez egy éve is így volt. Tehát, hogy amikor miniszter úr pontosan egy éve körülbelül 54 percet hagyott az akadémiának, akadémia jogi osztályának, hogy véleményezze az akkori törvényt, amire már senki nem emlékszik, mi sem, de hogy volt egy előzetes törvény. Hát egy éve indult el ez az egész. Pontosan, és akkor ők azt gondolták, hogy ez tényleg egy pár napos kérdés, be fogjuk darálni ezt a társaságot, és vége. És azért furcsa módon ez a társaság, ami nagyon furcsa módon működik, nagyon középkori módon működik, az akadémia, egy önjáró testület, önálló, független, nagyon-nagyon nehezen belátható és bemérhető kívülről, néha belülről is. Sokan a szemükre szokták vetni, igen, hogy nagyon visszafogottan fogalmaznak, nagyon körülírva, nagyon nehézkesen, de most egyébként mondják önökről, hogy amennyire a tudósok nem szoktak kilépni a nyilvánosság elé, és nem szoktak erősen fogalmazni önmagukhoz képest, most azért kiálltak magukért. És azt gondolom, hogy nem csak az alsóbb szintek, tehát ez a tényleg alulról érkező akadémiai dolgozók fóruma, mert mi nem az akadémikusok vagyunk, tehát mi az akadémiai munkatársak vagyunk, és ez elég nagy a különbség, ezt mindenkinek mindig el kell mondani, de itt az akadémikusok is, ugye az akadémia közgyűlést alapvetően a Magyar Akadémia rendes és levelező tagjai
határozzák meg, tehát ők határoztak úgy, ahogy mondtam májusban, tehát ők utasították vissza, tehát nem mi a radikálisabb bázis, ők is. Az elnökség ezt tudomásul vette, tehát itt azért felépült egy olyan szolidaritás alulról fölfele, amit jó lenne megőrizni. Tehát mi tudjuk, hogy alapvetően nem így szoktak határozni, hogy beleegyezünk-e vagy sem, de azt gondoljuk, hogy ha egy évig kihúztuk ezt a helyzetet, és senki nem gondolta volna őszintén szólva 2018 júniusában, hogy ez a társaság egy év után még mindig egyben lesz, és még mindig nem lesz teljesen eldöntve a mi életünk, azt gondolom, hogy érdemes ezt folytatni, és nem feladni most, amikor úgy tűnik, hogy európai szinten is sokkal nagyobb a figyelem. Uh-huh. Európai Parlament, Európai Bizottság. Európai Bizottság is üzent határozottabban, mint szokott. Való igaz, hogy ilyen pici, apró jelek vannak, és senki nem gondolta volna, hogy egy évig fogják tudni ezt a helyzetet, de hát mégiscsak, ahogy az EP választás lement, rá két napra a kormány benyújtotta ezt a határozatot, és igazából továbbra is az a nagy kérdés szerintem mindenki számára, hogy mindez miért. Hogy idézzem Rajna Rem János történészt, aki azt mondta, hogy ez rablás a szellemi és anyagi erőforrások kisajátítása. Csak én azt nem tudom, a szellemi és erőforrások kisajátítását értem, mert nem döntettek innentől kezdve maguktól a tudósok arról, hogy mit kutatnak. Tehát ez teljesen érthető. De anyagi erőforrásokat is említ. Hogy miről szól, a pénzről szól mindez, vagy ideológiáról szól, hogy szeretnék meghatározni, hogy mely kutató mit kutasson, mondjuk gender témát kevésbé kutasson, és kutasson mást. Mind a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy a 2010 óta a Fidesz kormányok működésének elemzésében nem lehet szétválasztani az anyagi haszonszerzés logikáját és az ideológiai megfontolások logikáját. Tehát ez a kettő, ez együtt van. Tehát van a pénz, és ez lehet akár az innovációra érkező, várhatóan érkező EU-s forrásoknak az elosztása, ami egy sokkal nagyobb szellem. Amire ugye sok pénz érkezik majd a jövőben, ezt tudjuk. Pontosan, ez nagy pénz, tehát ez nem az a pár 10 milliárd, amit az akadémia évente kap a működésére és a kutatóintézetek működésére, ez sokkal nagyobb összeg, tehát ezért nem hajoltak volna le, de azért az összegért viszont le fognak hajolni, és ezt el akarják hopolni, ez egy elem. A másik pedig, ami természetesen a természettudományokat kevésbé érint, de a társadalom és a humántudományokat viszont annál inkább, ez az egész ideológia, tehát a kulturális életnek a szó szerint értelme birtoklása és birtokba vétele. Tehát ők úgy gondolják, az ő fejükben úgy él a dolog, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egy liberális, sorosista valami, ami akkor felépült, és amit 89 után nem sikerült megfelelően átalakítani. Számtalan konzervatív tudósok van, tehát ez így... Ott van egy professzorok Batthyány köre, és ott van a kutatóintézetek hálózatában. Mi nem szoktuk egymást listázni, hogy kire szavazott, de azért tudjuk egymásról. Tehát itt szó sincs arról, amit ők vizionálnak, de ez egy másik dolog, mert ők nem látnak bele ebbe, attól nem is akarnak belelátni. A lényeg az, hogy ez egy sokszínű társaság, és jó lenne, ha így is maradna. Jó végszó volt, nagyon várjuk a fejleményeket, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.